Hát kedves barátaink, akkor folytatjuk a Hely Szelleme 3-as adását, amelynek író vendége ugye Csaplár Vilmos, mint jól tudjátok, és mivel már a délelőtti szezon verziót itt már megtettük, nem kell újra exponálnunk általában a témát, hogy miről van szó, miért vagyunk itt, viszont mindjárt a közepébe vágnánk azzal, hogy megkérdezném Vilit, ami Csaplár Vilmost, ami hát mindenkit érdekel engem nagyon, hogy az Ahol a sziget kezdődik című novella, elbeszélés, amit sokan emlékeztek rá, hogy az úgynevezett fiatal írók, később talán fiatal írók nevezett fiatal írók egyik első gyűjteményes elbeszélés kötete volt, annak a címadó novellája az Ahol a sziget kezdődik. Ezt én tudtam, ismertem, azt is tudtam, hogy ez Csaplár novella, csak azt nem tudtam, hogy ez a sziget, ez kisoroszi, helyesebben a Duna-sziget, vagy ez a Szentendrei-sziget, és hogy a történet és az ihletés maga kisorosziból való. Na most én újraolvastam ezt az elbeszélést, és arra lennék kíváncsi, mert hát remélem, hogy ti is olvastátok, hogy ez mennyiben, tehát hogy volt ez kisoroszi, illetve kapcsolódó kérdés, egyáltalán hogy kerültél te kisorosziba bármilyen szempontból? Maga a történet az mondjuk úgy kezdődik, hogy mentem az utcán a régi filmmúzeum környékén, és egyszer csak megállított valaki, és bemutatkozott, mondta, hogy egy felolvasáson az Írószövetségben ott volt, és tetszett a novellám, amit ott felolvastam. Nádas Péternek hívnak, mondta, és így ismertük meg egymást. Utána a Péter már akkor ugye elkezdték ezt az Eszmélet nevű irodalmi vállalkozást megvalósítani, amiből ugye csak egy irodalomtörténeti érdekesség lett, és abba bevitt engem a Péter, beajánlott a Horgaséknak, akik bizonyos írásaimat elolvasva elfogadtak, mint szerzőt, és be voltam tervezve valamelyik ki nem adott számba, és nagyon sokat tanakodtunk arról, amiből aztán nem lett lap. De közben összebarátkoztam egy csomó íróval, akik ebbe a körbe tartoztak, így a Mészőjel is itt így barátkoztam össze. Én is úgy vagyok vele, mint a Lajos, hogy nem emlékszem, hogy pontosan mikor és hol találkoztam a Miklóssal először, tehát ilyen pontosan, mint a Nádassal, úgy nem tudom visszaidézni, valószínűleg az Eszmélet körben, de a Konráddal, a Petrivel és sok mindenki mással ilyen írókat én azelőtt nem ismertem, mert azelőtt én ugye az egyetemen, akkor még tényleg fiatalnak számító későbbi írókkal csináltuk az Alkotókört, Spíró, Szilágyi Ákos, tehát azért a Petri is lejárt néha oda is, de az Ifjúsági Magazinban voltam, milyen pénzért olvastam írásokat, és adtam vissza főleg. Tehát ezt az irodalmat, ami engem érdekelt, ennek az íróit itt ismertem meg. És hát a Nádassal ilyen módon kialakult egy barátság, féle elkezdődött, és ő tudta rólam, hogy nekem szükségem van lakásra, mert épp egy olyan albérletben voltam, amit nyár elején el kellett hagynom. Őszre már volt szeptemberre egy másik, egyébként a Városmajor utcába, volt az a kis manzárd, és közt nem tudtam hol lakni, és akkor ő azt mondta, hogy itt tudnék, mert ő tud itt egy szobát, amit kiadnak. És hát ez a Zsuzsi néni féle háznak a tiszta szobája volt, és itt töltöttem én a 69-es nyarat ebbe a szobában. Később kiderült, hogy így zárójelben mondom, hogy a szoba ára, amit én fizettem, az csak egy része volt az igazi árnak. A Péter nem mondta meg, hogy mennyi, mert attól félt, hogy nem tudom kifizetni, és hogy azt ő fizette a különbözetet. És ezt nekem, ugye ez volt
ez volt 69-ben, és ezt nekem 87-ben mondta el. És akkor azt kezdtem tőle, hogy figyelj, eddig nem mondtad el, most minek mondod el? Nem tudott rá hirtelen felelni, de akkor elmondta. És ebben a szobában írtam, ugye, és akkor én egy olyan szobából jöttem a belvárosból, a Fehérhajó utcából, ami egy, hát ilyen cselédszó volt a konyha mellett, és a Lichthofra nézett a kis ablaka. Bereményi Géza, aki akkor még Rózner Géza néven járt föl hozzám ebbe a szobába, mert egyetemre együtt jártunk, koporsó szobának nevezte, és olyan sötét volt, hogy én, amikor eljöttem ide Kisorosziba, azt vettem észre, hogy nem tudok írni. És ezt nem tudtam először, hogy miért, és aztán szerencsére a Zsuzsinin szobának voltak ilyen ablaktáblái, és a ragyogó napsütésre becsuktam az ablaktáblákat, és utána tudtam írni. És egyszer jött át a Péter hozzám, és a Zsuzsi néni, aki egy nagyon kíváncsi, mindenlébe kanál asszonyka volt, de nagyon aranyos volt, mindig a fogaimat dicsérte, hogy milyen szép fogaim vannak, és neki nem voltak már ugye olyan szépek, és kíváncsi minden izé volt, és a Nádas jött át, és mondta, hogy engem keres, hát ő, hát a fiatal úr az nincs itt, az írt valamit ilyen napról, szigetről, vízről, mert a kidobott lapokat, vagy nem tudom, miket ki, miután elmentem, bement a szobába, és megvizsgálta, hogy mit csináltam, és ezt már a Nádasnak mondta is tovább. És utána elment Pestre. Tehát gyakorlatilag én egy bezárt ablaktáblájú, sötét szobában írtam ezt a napról, fényről, vízről szóló valóban a helyszín novellát, aminek valóban a helyszíne ennek a szigetnek itt nem messze a vége. És hogy miért írtam ezt, azt nem tudom. Mint hogy azt se tudom, hogy miért lett ez a címe annak a kötetnek. Először valami más címét akartak adni, aztán ez lett, mert végül is nem tudom, abba a korba, amiben 71-ben megjelent ez az Ahol a sziget kezdődik antológia, hát nem volt olyan tipikus zászlószerű írás, amelyikkel nyitni kell és címezni kell, de valamiért mégis, még most is, akkor újra olvastam, mert azt próbáltam megtudni magamtól, hogy mit kéne, vagy melyik részeket kéne felolvasni belőle, mert ugye az egészet nem lehet, mert túl hosszú. Még akkor se jöttem rá, hogy mit is akartam én ezzel a novellával. Egy dolgot persze biztosan tudok, hogy annak idején kétfajta korabeli irodalmi irányzat hatott rám. Az egyik a Kerouakék beat irodalma, a másik pedig a francia újregény. Ez az első kötetemen meg is látszik, mert vannak ilyen, meg olyan novellák. Én azt gondolom, hogy az új regényes irány kötött össze engem a Nádassal, meg a Mészőjjel is, mert a másik, a beat irodalom az nem, az talán az Orbán Ottóval, meg másokkal, akik ugye szintén szerepeltek ebben. Mert az új regény az hatott mindegyikünkre, az biztosan tudom, és talán máig is hat, néha még a Nádast olvasom, akkor is eszembe jut. Úgyhogy végül is abban maradtam magammal, hogy nem tudok belőle részletet felolvasni, hanem elkezdem olvasni egy darabot, aztán utána abba hagyom, mert nem lehet kivenni belőle, meg mit bejölgettem ceruzával, hogy ettől eddig, attól eddig, de nincs értelme, mert ez egy olyan típusú írás, aminek nincs jelentőség, hogy melyik részt olvassa az ember. Természetesen lehet azt mondani, hogy privát szinten, hogy
kitártam az ablakot ezzel az írással magam előtt. Valóban utána már elkezdtem tudni világosban is írni. Nem is a víz, nem is a hömpölygés, a folyó távolról is, közelebbről is mozdulatlannak látszik. Mindig ugyanazt a formát mutatja, ugyanazokat az örvényeket, a folyót kétfelé választó sziget víz alatti kavics padjaira érkezve mozdulatlan, megmeredett örvényléseket. Szélein apró párhuzamos hullámrajok sorakoznak, és mintha nem is mozdulnának ezek sem. Decimétereket, mindig ugyanazokat a decimétereket lepik el, és mindig ugyanannyira esnek vissza, kavicsokat görgetve maguk után. És ez az ismétlődő oda-vissza mozgás olyan jelentéktelen a víz fényes, megdermedt tömegéhez képest, olyan halk és olyan eredménytelen a hosszú kilométereken végigfekvő hideg fémtest nyugalmához képest, hogy a folyót átfogó szem nem is érzékeli, csak az állapotot, a mozdulatlan csillogást. A hegyek is mozdulatlanok, méltóság teljesek, kékes szürkék. Valami soha meg nem szűnő állandóságot hirdetnek, és belevesznek a világos kéken egyenletesen szétterülő párába. Távol, egy benyúló meredek sziklatömb lábától néhány centiméterre, helyi mértékkel mérve talán 100 méterre is, dongó motorcsónak áll, vagy úszik, törékeny kis test, apró, fekete pont, szétágazó vonalakat karcolva a vizen, mindig ugyanazokat a vonalakat, mindig ugyanolyan szögben. Titi, hova tetted a konzervnyitót? Kiabálja egy asszony hang a sátrak felül. A motoros zümmögése erősebben, gyengébben, közben egy beszélgetés foszlányai, aztán csönd. A szigeti táborzó hely mesztelen gyökeri füzei most pár percig sisteregve rászkódnak. A napgolyó eltűnik egy cápa alakú felhőben, majd újra kibújik. A hegyek mögül átbukó szél megborzongatja a folyó bőrét. Valahol bekapcsolnak egy táskarádiót. Zene szól. A dallam egyre magasabbra ível, aztán eltörik, pillanatokig még ott a helye a levegőben érezni a hiányát. Egy ágakból készült háromlábú állványon fekete bogrács lóg. Gulyást főznek, a paprikás illat elszáll a folyó fölé. A sziget csúcsában mesztelen fenekű fehér vászonysapkák gyerekek rendezgetik a kavicsokat, gugolva, hangtalanul. Egy fiú jön elő a sátrak közül. Lemászik a gyökereken, és a víz mentén megindul lefelé. 15 éves forma, fekete balon, úszonadrágot visel, izmos testén látható élvezettel hintáztatja menet közben. Megáll, maga elnéz, mint a keresne valamit. A folyó korhat fadarabokat, görbe, kócos kérgű ágakat, egy-két színes flakont rakott ki a kavicsokra. A fiú lehajol, fölvesz egy kavicsot, gyorsan, laposan elhajítja. A kavics hármat pattan a vizen, aztán cuppanva elsüllyed. A fiú hátra pillant a sátrak felé, tekintete körbejár. Fokozatosan följebb csúszik, és mintha valamit észrevett volna. Kivár. Harangszó csodor a szél, egészen távoli, egészen halk csilingelést. Vannak pillanatok, amikor semmi nem hallatszik. Máskor meg, mintha közelebbről jönne a hang. Tisztán, ércesen rácsap a vízre, csengve végigbukfenceszik a folyón. Egy csikó alakú felhő nyaka alá temeti a napot. Valamivel sötétebb lesz. Az árnyékok éles vonalai elmosódnak, jól látható, hogy a víz fokozatosan elveszíti fényét, áthatolhatatlan csillogását, sötét, üveges testé válik. A fiú futva belegázol a folyóba. Amikor a víz már combig ér, megáll, lelötyögteti a hátát és a mellét, locsolgatni, mosni kezdi a vállait. Arcába is dob egy marékkal, aztán prüszkölve előre vetődik. 10-12 karcsapás után abba hagyja az úszást, engedi, hogy az áramlás vigye magával, aztán újra mozgásba jön, összerándul és kinyúlik a vizen.
percek telnek el így, a fiú úszik, mindig ugyanazokat a mozdulatokat végzi. Egyenletes sebességgel halad el a part fái és bokrai mellett, amelyek körül lármás madárai kering. Hol egyikük, hol másikik furakodik be az ágak közé. Csapkodásuk rázogatja a leveleket. Messze, talán a sziget túlsó oldalán, kilométerekkel lejjebb hajókült búg föl, hirtelen jön, mélyen belevály a csöndbe, aztán ugyanolyan váratlanul megszűnik. A fiú még mindig ugyanazokkal a mozdulatokkal löki előre magát. Karja és lába mindig ugyanakkor a koncentrikus hullámköröket vet a vizen. A csikó lassan elvonul a nap előtt. A hegyek újra ott lebegnek, táncolnak a nagy ezüstözöld tükörben. Ugyanolyan tisztán, ugyanolyan rendíthetetlen állandósággal. Hát most itt abba is hagyom, mert tulajdonképpen később se fog semmi történni. Senkit se zavarjon meg ez a fiú, nem lesz belőle semmiféle történet, csak valami nagyon rejtett, ilyesféle, ami eddig is volt. Hát nem tudom, talán az lehetett az érdekessége az akkori korban, már ilyen antológia címként és kiemelt írásként, hogy ugye az egy olyan korszak volt, tudjuk itt jó néhányan, akik már akkor aktívan éltünk, hogy valami nagy világtörténelmi folyamat részei vagyunk, ami halad biztosan és nagy erővel előre, és ehhez képest én írtam ezeket a dolgokat, és lehet, hogy ebbe volt valami más, ami ennek ellen mondott, és ez lehetett az érdekessége. Nem feleltem a kérdésedre? Igen, köszönjük szépen. Ellőnék még egy kérdést, hogy ugye, hát emlékszünk mindannyian abban az időben, ugye az új elbeszélő irodalom, vagyis próza irodalom vezető műfaja, és nagyon leleményes, nagyon jó dolgok születtek. Egyrészt a novella volt, novella elbeszélés, most ne, el lehetne különíteni a két dolgot, de ezzel most ne foglalkozzunk, illetve bizonyos fokig a kisregény. Jelentek meg jó és fontos regények, de mégis a vezető műfaj a novella elbeszélés volt, virágzott, és nagyon sokáig tartott ez a virágzás. Te hogy emlékszel, hogy ez azon túlmenően, hogy induló írók először talán rövidebb dolgokat írtak akkoriban, ezen kívül volt ennek más oka? Mit gondolsz? Érdekes kérdés. Még saját magam nevébe se tudnék erről nyilatkozni, nem, hogy más nevébe. Én valóban a következő könyvem egy kis regény volt. Ez igaz. És még aztán is írtam novellákat sokáig, aztán mire egy nagyobb regényt írtam. Azt most visszaidézni, hogy mi volt, nagyon sokan, ugye ahogy itt te is céloztál rá, nem voltak a szó szoros értelme fiatal írók. Például ebben az antológiában, amiről beszéltünk, hogy ezt a címet kapta, abban a legfiatalabb író az, mit tudom, 20 éves volt, a legidősebb meg már majdnem 50. Ugye, hát a Vámos Miklós és a Császár István között, vagy a Lugosi Gyula között, szóval nagyon nagy korkülönbségek voltak, de nem engedték, hogy elindulni ezt az új társaságot, ami nem is volt annyira új. Szerintem már vastag regényeket írtak azok a idősebbek, csak esetleg később jelentek meg, és most nem tudom felidézni. A Lugosi Gyula biztosan írt már vastagabbat is. És ugye, amikor én a pályámat kezdtem, akkor hivatalosan 3 fiatal író volt. A negyedik, az már nem fért bele, akkor éppen már a Gál István, már akkor teljesen kopasz volt, az Írószövetségnek még a kis titkára volt, de már ő nem volt fiatal író, igen. Fiatal író 3 volt, ez is érdekes névsor, a Simonfi, András, a Módos Péter és a Nádas Péter. Ők voltak 3 fiatal írók, abban az értelemben, hogy mindenki jelent meg már könyve. És aztán jöttünk mi ezzel a,
Az antológiával nekem még abban az évben megjelent önálló kötetem is, ugye ebből olvastam föl. Jellemző, hogy ami rajta van, az a Örkény Istvánnak az egyik könyvére készült, de az Örkénynek nem tetszett, úgyhogy az enyémről van. Jó, hasznosítottak minden. Hát figyelj, a lovagok, sárkányok, hát valahogy összejött. De arra azért büszke vagyok, hogy ez volt az egyetlen könyvem, aminél nem szólhattam bele a borítóba, többinél attól fogom mindegyikbe. Sokszor a saját káromra is, de beleszóltam, sőt, én készítettem. Hát így indult ez a nemzedék, sok embernek volt már köztük a tartalékba könyve, nekem ugye nem volt, sokáig készülöttem egy úgynevezett első kötetre, és az, hogy a kötetek, a kisregény, nagyregény, novella, ebben nem nagyon tudok állást foglalni, mert ez egy szerintem meghatározhatatlan dolog, de a fiatal szó, ami ezzel kapcsolatban áll nyilván, az egy érdekes történet volt, ugye mindenkit fiatalnak neveztek, aki valamilyen nem stimmelt, volt, és mert volt ez a kulturpolitika, hogy nem, most már nem tiltjuk őket, megengedtük, hogy antológiában, külön könyvben megjelenjenek, de mit csináljunk? Hát igazából nem fogadjuk el őket, hát nevezzük el őket fiatalnak, ez azt jelenti, hogy majd még benő a fejük lágya, és akkor fognak ők még mást is írni, igen. Úgyhogy ebben az értelemben használták a fiatal szót sokáig, ameddig mi is meg nem kopaszottunk, vagy meg nem őszültünk. Nem tudom felidézni, hogy mikor szűnt meg az én személyemet illetően legalábbis a fiatal szó használata. Biztos, hogy már nem voltam akkor fiatal. Úgyhogy ez a történetnek az eleje. Ez tartozik ehhez, de a barátságok és az írói történet az ugye úgy folytatódott, hogy ahogy az előbb említettem, hogy pont egy Városmajor utcai kis felszinti garzonlakást tudtam megszerezni akkor egy időre. Ott laktam 69 őszétől 73 őszéig. És ez valahogy ritkán van ilyen, hogy így egybeesett azzal az időszakkal, amikor úgyis a Városmajor utcaiakkal meg azokkal barátkoztam, ugye, mert a Horgasék is a Városmajor utcában laktak, a Mésző is a Városmajor utcában lakott, úgyhogy így a Miklóssal akkor egy időre olyan szoros barátságot kötöttünk, hogy ő bekopogott az ablakomon, amikor ment a déli pályaudvar felé ügyeket intézni, mondtam neki, hogy gyere be, és rögtön a írógépből, amit éppen írtam, azt felolvastam neki, ő mondott valamit, és aztán ment az ügyeit intézni. Ez egy viszonylag kötetlen viszont jelent két író között. Nem tartott sokáig, persze. Hát ez a fajta barátság, amelyik ilyen közvetlen volt, mert nekem nem volt olyan egyenletes és kiérlelt, kiteljesedett kapcsolata Miklóssal, mint például a Péternek. Van, amiről nem is érdemes beszélni, mert személyes, de az biztos, hogy ide Kisoroszliba nem tartozott, mert a Mészőjék Kisoroszliba 70-ben jöttek. Én meg 69-ben voltam, tehát akkor ők még nem voltak itt, és nekem ilyen élményem velük kapcsolatos, tehát Miklóssal való élményem az pesti, és nem kisoroszi. Később látogatóba jöttem többször, még jöttem neki fát is vágni, mert a keze, biztos sokan tudják, volt neki valami olyan innbetegsége, ő úgy nevezte, hogy valami archaikus visszacsatolás, vagy nem tudom mi, hogy mindig be akart zárulni a tenyere, és akkor föl kellett időnként vágni, és akkor kiegyenesedett, aztán megint kezdett összehúzódni. Először csak az egyik, aztán mind a kettő, úgyhogy valamikor később egyszer a Téli tüzelőjét én vágtam föl neki, mert már ezt nem tudta csinálni.
a kisrossz élményeim a Miklósról ilyen látogatás szinten vannak. Az a nyár az nagyon érdekes volt, ugye 69-ben itt lenni, ugye a társasági központ az a templom volt és az ima ház, ugye a Titu és a családja jártunk át hozzájuk, nem a kocsma, hanem talán az volt az a hely, ahol úgy esténként meg ilyen-olyan okokból összegyűltünk, és szerencsére ez nem járt azzal a kötelességgel, hogy imádkoznunk kelljen meg Istenben hinni, mert én nekem az nehezen ment volna már akkor is, viszont jó volt a hangulat. Arra emlékszem, hogy ez egy társasági központ volt, és hát ugye különböző más dolgok is történtek, például ugye busz, nem volt autóm természetesen, busszal meg komppal jártam ide, és az alatt a nyár alatt, a két és hónap alatt, míg itt voltam, az alatt én azért jártam föl Pestre. És volt olyan eset, amikor lekéstem a kompot. Kiabáltam, mert ott volt egy kis ház, ahol állítólag lehetett valaki, de hiába kiabáltam a túlpartról, semmi eredmény, és akkor azt csináltam, hogy levetköztem anyaszült mesztelenre, a ruháimat betettem a táskámba, azt benyomtam egy bokor alá, és akkor átúztam mesztelenül a túlsó partra, és az irányt a Nádas Péterék felé vettem, afelé, a ház felé, amit te mondtál, ahol a kis padlásszoba volt, és akkor átvágtam a rendetlen padlás részen, ami egyébként nem volt teljesen rendetlen, mert a Péter a bejárat, ha befelé menté, baloldalt csinált magának egy konyhai részt, ő ott főzött. És azt azért rendbe tartotta, a padlás többi részét nem is. Mindenesetre oda mentem, és kopogtam az ajtón, és kérdezték, hogy ki az. Hát már elég késő volt, ugye a kompaszem 11:30-ig járt, ez már azután volt, és kérdezte a Péter hangja, hogy ki az. Hát mondom én. Azt mondja, gyere be, mondom, nem lehet. Ott volt a Magda is. Mondom, nem lehet. Nem lehet bemenni. Szóval megértettem velük a helyzetet, akkor ő hozott valami nadrágot, és akkor kimentünk, a komposokat megtaláltuk, és valami pénz, akkor soknak számító pénz fejébe átjöttek egy külön fuvarra, és akkor áthozták a cuccaimat. Ez is egy érdekes kis emlék arról a nyárról. De átadom a kérdezőknek a szót. Ugye a mészőhöz való viszonyodat mondtad, hogy volt egy ilyen intenzív része a barátságotoknak, és hogy általában mindig ezt a összetartozást szoktak mondani. Mi volt, amit ő eltávolított tőle? Vagy távolabb kerültél tőle? Hát, alapvetően soha semminek nem egy oka van. Pláne, hogyha két emberről van szó. Hogy az egyik az, hogy én olyan ember voltam, hogy nekem a barátságaim, és ez a mai napig is így van, hogy én nem járok örökké össze a barátaimmal. Tehát nincs az az érzésem, hogyha valakivel barát vagyok, akkor azzal minden nap kell találkozni, vagy minden héten állandó kapcsolatban kell lenni. Nekem nem volt soha ilyenem, és máig sincs ilyenem. Én jobban szeretem azt a fajta lazább, másfajta barátságot, és nem szeretem azt sem, hogy olyan túlságosan, szorosan, állandóan érintkezni kell intellektuálisan, érzelmileg ezt a részét sem, és hát szóval nekem az a véleménye, hogyha az emberek olyan nagyon mindent egyeztetni akarnak egymással, az pokoli, az nem lehet. Úgy nem lehet élni. Hát, most olvasgattam, ugye kaptam a Boglárkától a másik, akit most nincs itt, mert ezt a könyvet mutatják be, azt hiszem Szekszárdon vagy Pécset. Kaptam egy tisztelet példányt, mert ugye én is benne vagyok egyszer-kétszer ebbe a levelezésbe. Igen, de hát akkor jól mondtam, egyszer-kétszer. És sok mindenre az emlékeim is reflektáltak. Olvasgattam azt a részt, ami erre a 69-70-re, és úgy egyáltalán, és arra jöttem rá, hogy így olvastam
ahogy az Allen ír, a Miklós válaszol, megint ír, megint válaszol, és mindig valami probléma van, amit, hát hogy mondjam, ha ennyire mindent egyeztetni akar egy férfi meg egy nő egymással, akkor az borzalom szerintem. Szóval, hogy lehet, hogy az utókor érdekes olvasmányt kap, mert tényleg érdekes, de ezt megélni, hát van egy olyan mondás, hogy a jó házasság titka az, hogy a férj és a feleség minél kevesebbet tudjon egymásról. De ez is túlzás azért, de ezt most persze azért mondom, hogy azt fessem alá, hogy én nem ilyen ember vagyok, és a barátságaimban sem. És hát ugye azok nehéz idők voltak, és volt olyan, hogy bizonyos emberek, akik így szorosan mindig együtt voltak, ha azt vették észre, hogy valaki elmaradozik, akkor azt hitték, hogy ha nem velünk van, akkor, hogy mondjam, olyanokkal van, akik ellenünk vannak. Szóval bizalmatlanná váltak. Ez is egy, sajnos ez is egy jelenség volt, meg lehet érteni az akkori viszonyok miatt, és ilyen élményem is van a Miklóssal kapcsolatban, hogy amikor 83-ban a Mozgó Világnak a szerkesztősége ugye felmondott, és volt ez a vizé, amit te nagyon jól tudsz, hiszen a tagja voltál, akkor kaptam a Mészőitől egy levelet. Nem olyan sok levelet írt nekem. Ami rövidke kis levél, arról szólt, hogy a verebek azt csiripelik, hogy te állást vállaltál az új Mozgó Világnál, hogy hívják, pészhügycsnézén. És én óva intelek ettől. Na most hát ennek nem volt semmi alapja. Én nem vállaltam állást, de és akkor hát ezt úgy elég rosszul esett, de hát most mit csináljak is. Mentem a metrón valahova, és a metró állomáson lent összetálkoztam a Nádassal, aki már messziről mondta, hogy én mondtam a Miklósnak, hogy ne küldje el ezt a levelet. De nem azt mondta, hogy én mondtam neki, hogy ez nem igaz, hanem azt, hogy ne küldje el ezt a levelet. Jó, hát ilyen kis apró bizalmatlanságok, és akkor utána én azt csináltam, hogy írtam egy ironikus levelet, már nem tudnám idézni, hogy mik voltak benne, nem bántó, de ironikus, hogy mert rosszul esett. És vittem volna feladni a Moszkva téri postára, mert én is oda jártam, ugye akkor már fönnlaktam a Schwab-hegyen, és kivel találkozok az a kapuban, vagy a bejáratnál a Mészőjel. Hát mondom neki, hogy figyelj, épp neked akarok ki egy levelet feladni, tessék. És akkor odaadtam neki. És akkor ott együtt álltunk, és felbontotta, és elolvasta, és akkor így olyan szerencsésebben oldódott meg a dolog. Jól elbeszélgettünk. De aztán mindig volt valami, szóval volt ilyen is, olyan is. Hát a 82-ben született lányomnak ő a keresztapja, a legnagyobb gyerekemnek. Majdnem minden évben följártam hozzá, Mikulás napkor, Miklós napkor egy üveg vörösborral, azt megittuk. Akkor mondom, fát vágni, kijöttem hozzá. Most nem a szakmai, hanem a személyes dolgot mondom, ugye, mert erre is kérdeztél rá, és hát a 60. születésnapján, az ugye 81-ben volt, ott voltam. Ugye azok már akkor ilyen nagyobb társaságok gyűltek össze. Akkor volt a lányom anyja, a nagylányom anyja terhes a nagylányommal. 10 év múlva, a 70. születésnapján szintén ott voltam, ott még valami felköszöntő beszédet is mondtam, mielőtt elfújta a gyertyát, mert az Allen meg a Vásárhelyi Miklós felesége erre kértek. Akkor meg valakivel voltam, aki meg a fiammal volt terhes. Tehát, hogy összefonódott az élet, összefonódott az életem a Miklóssal, ilyen módon végig, majdnem a haláláig.
Az utolsó találkozásom az a Vörösmarty téren volt. Az előző nap mondta az Alen, hogy menjünk ki, mert kijön a Miklós, és akkor kimentünk a Konrád, a Grender, emlékszem így hárman, és akkor így oda mentünk hozzá, délcegen állt, szájából lógott egy hosszú cigaretta, de nem volt meggyújtva, és hát nyújtottuk a kezünket, és az volt a határozott érzésem, hogy nem tudta, hogy kivel fog kezet. A Konrádnál egy kicsit, mintha valami beugrott volna. Én így találkoztam vele utoljára. De ez nem érint bizonyos más dolgokat. Meg tudok mondani, mi jártunk együtt uszodába. Én vittem még őt bulizni is, ilyen fiatalok társaságába annak idején. Tehát egy olyan barátság volt, amelyik ilyen, amiben én is benne voltam, és ezért másmilyen volt, mint a másokkal való barátsága. De természetesen ennek megvan az a hátulütője, hogy csak kétszer vagyok benne a levelezésben. És akkor Williként vagy mindig, itt jár Willi. Igen. Hát, legalább ennyi, igen. Említetted, vagy szólt, hogy olvasott, vagy te felolvastál műveit. Ha beszéltetek ezt szövegekről, kritikus voltál-e vele, vagy elnéző, milyen volt egyáltalán két írónak ilyen, vagy szakmai viszonya? Hát a szakmai viszony az úgy kezdődött, hogy 70-ben volt egy felolvasó estem az Ifjúművészek klubjában, ahol ő mutatott be engem. Ez nagyon nagy dolog volt, hogy ő mondta a bevezetőt ahhoz az esthez. Aztán én nem kértem el tőle a szöveget, csak emlékeztem rá, hogy olvasta. Semmiről nem tudtam már. Aztán most, tavaly a Nagy Boglárka hozzásegített egy másolathoz, és akkor ugye elolvasta, hogy miket írt rólam. És azt nem hoztam el, mert nem erre akarok izélni, de érdekes volt. Tehát ugye így indult. Tehát ő is szerette azt. Hát valahogy mégis, hogy az, hogy ezt elvállalta, az jelent valamit. Akkor ugye említettem, hogy frissen felolvastam meg, hogy... De olyan is volt, hogy én olvastam a Miklósnak egy könyvéből valamit, emlékszem egy esszékötetéből valamilyen metaforikus, hosszabb részt, és azonnal fölvettem a telefont, felhívtam őt a Városmajor lakásba, otthon volt, és rögtön elkezdtem mondani, hogy ez nekem mennyire tetszik. Szóval, de utána nem mentem át másnap, meg harmadnap, meg vizé, nem lett más a találkozásaink ritmusa, ugyanilyen maradt. Az biztos, hogy ha ezt egy kicsit távolabbról nézzük, akkor ugye nekünk az volt a helyzetünk, nekünk, hát nekem is, ilyen értelemben talán másoknak is, fiatal íróknak. Én 24 éves voltam, amikor az első könyvem megjelent, azt még lehet fiatalnak nevezni. És ugye mindenki körbenéz azért a hazai irodalomba, hogy mi történt előtte, és kiket tud vállalni, kitől tud tanulni, kit tud tisztelni. Hát a mi úgymond nemzedékünk, ezt csak idézően mondom, mert nem hiszek ebben, szerintem nemzedékek csak az állattamban léteznek, de hogy azért mégiscsak, ugye voltak itt elődválasztások, hát ilyen volt az Ottlik. És ilyen volt a Mésző is. Ilyen volt vers költészetben is voltak. Nem olyan nagyon sokat lehetett. Még talán íróként többet lehetett volna választani, de valami más elhatárolódás is volt bennünk akkor, hogy ki hogy viselkedett a kommunista rendszerben. Tehát például az Örkény Istvánt én nagyon szerettem, de én csak egyszer találkoztam vele, nem kerestem nagyon a társaságát, mert az én szemszögömben úgy nézett ki, hogy ő nagyon jóban van ezekkel, azokkal. De ugyanígy a Déri is. De voltak olyan írók, akiket ugye el lehetett volna fogadni,
De hogy az ember tájékozódott, hát ilyenek voltunk, és biztosan maiak is ilyenek, meg a holnapiak is ilyenek lesznek, hogy elkezdtünk tájékozódni, és mindenhol találtam valami olyant, ami zavart engem. És nem véletlen, hogy mondjuk a Mészőinél az ember ilyet nem talált. Bár most a levelezésében olvastam valamit, hogy valakivel ő tárgyalt, akivel nem is gondoltam, hogy beszélő viszonyban volt, de hát biztos, hogy volt ilyen, mindent nem tudtam. Szóval, hogy én szerintem, és ezt biztos, hogy van, aki meg tudja erősíteni, hogy ez is számított. Tehát számított az, hogy mit írt, meg az is, hogy milyen volt a pozíciója, és mi, akik nem akartunk beépülni ebbe a valamibe, jobban szerettük az ilyeneket. De hát persze mi is furcsák voltunk, mert főleg 68 után én is azt gondoltam, hogy ez menthetetlen ez a dolog. Hát ez a kádárizmus, ezt nem lehet. Két csoportra, két felfogású csoportra oszlott akkor az értelmiség, ami az én köröm volt. Az egyik azt mondta, hogy mentsük, ami menthető, a másik pedig azt mondta, hogy itt semmi nem menthető. De miközben ugye így lemondtunk mindenről, a közben alig vártuk, hogy megjelenjen könyvünk. És még belementünk cenzúrázásba is, hogy megjelenjen. Persze, hát nem nagyokba, de mondjuk amikor az első könyvemben az egyik novellában életrajzi alapon írom azt, hogy elmegy két fiatalember Lengyelországba, ott egy kollégiumba alszanak, és a kollégium igazgatója előhozza esete a vodkát, és mondja, hogy ígyunk Nagy Imre egészségére. Én azt beleírtam a novellás kötetembe, és akkor a Sík Csaba, a Magvető szerkesztője, aki a könyvem szerkesztője is lett, behívott persze, hogy szokott így, föltette a lábát az asztalra, mintha nagyon lezser lenne az élet, de közel pedig azt mondta nekem, hogy ezt húz ki. De mondom, miért húzom ki? Hát ez így volt. Hát te hülye vagy. Azt hitt, hogy szórakozok vele, pedig én tényleg komolyan gondoltam, és hát ilyenek voltunk mi is. Aztán belementem, megjelent a könyvem. Volt egy kis kárpótlásom, mert akkor árultak ilyen asztalokon később is, de akkor éppen árultak ilyen asztalokon könyveket, és az egyik, szóval a Hold utcai piacnál is volt egy ilyen asztal, és odaléptem persze, és akkor így néztem a könyvemet, hát alig vártam, hogy lássam, hogy árulják, ugye ez volt az első könyvem, és akkor a könyvár is rögtön odaszólt, ilyen lehalkított hangon, azt mondja, vegye meg, 56-ról is szó van benne, azt mondja, vegye meg. Mert valóban van benne egy novella, ami vastagon 56-ról szól, és abból semmit nem akart a Sík Csaba kihúzatni. Csak a Nagy Imre, azt nem. Úgyhogy mi is ilyen furcsa lények voltunk, hogy belementünk mindenféle kompromisszumba, de azért jobban szerettük az olyan idősebb írókat, akik nem voltak benne ebbe a pakliba, és így a Mészőj szerintem így választódott ki most a személyes kapcsolatokon túl. És hát ha amit ugye lehet mondani, az, hogy az írás is, hát azért számított, hogy ki mit ír. Mert az, amit mi elkezdtünk írni, most én magamról beszélek, de azért van egy, mondhatnék több nevet is, de nem érdemes nagyon, de szóval volt egy igényünk arra, hogy az másmilyen legyen, mint amilyen, mit tudom én, a Gál István írt, vagy a Szabó Pál, meg a Veres Péter, meg ezek, meg a hát most nem akarok Doboz Imrétől kezdve Darvasi József, meg nem tudom, akik akkor nem jut eszembe mindnek a neve, akik akkor ünnepelt, és nem is rossz írók voltak a maguk nevében, de az nekem, hogy mondjam, valamikor a 19. század második felében a magyar irodalomban történt valami, a Gyulai, az Arany János, és valamilyen hierarchia összeállt, valamilyen kánon, amely hát oda vezetett, hogy az Adiék is iszonyúan fellázadtak ellene, de ez végig valahogy hiába volt utána
ilyen-olyan jó prózaíró, de mégis valahogy pláne a szocializmusban felerősödtek ezek a konzervatív koncepciók, és mi tulajdonképpen pont ez ellen akartunk fellépni. És ezért nekünk, múltkor az Arany Jánosról beszéltem, megkértek a PIN-be, és valahogy ezt így mondtam, hogy hát az Arany János, hát itt csilingel a fülembe, hogy ég a napmelegtől a kopászik, saj, meg minden, de meg nem is haragszom én, de valahogy ő hozzájuk kapcsoltam vissza azt a konzervatív, befelé zárkózott valamit, ami még az én fiatal író koromra is érződött, mert a szocializmus is valahogy ezt a konzervativizmust vette át, és adott hozzá persze újfajta, másfajta konzervativizmust, amit ők forradalmiságnak neveztek, de íróként ezben engem, és tudom, hogy másokat is, nem érdekelt. Kerestük azokat az írókat, akik érdekeltek. De mész, hogy ezek közé tartozott. És ez is sokat számított, csak én nem olyan író voltam, vagyok, hogy én meg akarjam a másik íróval beszélni azt, hogy ő mit, miért ír, meg hogy, meg... Szóval én kerültem az ilyet. Ha valaki megkérdezte, hogy mit írok, akkor nem szívesen feleltem rá. De volt, amikor inkább azt szerettem, amikor kritizáltam másokat. Szóval most már talán nem ilyen vagyok, de régen egy kicsit, hogy mondjam, hát olyan hülye voltam. Szóval mindenféleket mondtam. Emlékszem rá, hogy a ifjúsági magazinnál úgy kerestem pénzt egyetemista koromban, mert ugye egyedül tartottam el magam, hogy ilyen kidobó legény voltam a ifjúsági magazinnál. Jöttek mindenféle írások, és akkor én elolvastam, többnyire visszaküldtem. És volt egy név, aki rengeteg ilyet küldött, és minden levelének a végére azt írta, hogy szeretném, ha az írásaim nyomdafestéket látnának. És addig ment ez a dolog, és küldözgettem vissza, és hiába küldtem vissza, mindig küldött, és mindig ezzel a szöveggel, hogy egyszer csak visszaírtam neki, hogy levittük az írásait, mert magázottunk, levittük az írásait a nyomdába, megmutattuk neki a nyomdafestéket, de sajnos közölni nem tudjuk. Szóval ilyen. Mellesleg ez egy azóta jól ismert írói név. Gondoltam. De nem mondom meg. Bár ő megbosszult egy regényében, de akkor se. Hogy... Na, hogy bosszult? Hát akkor már tudni fogod, hogy ki, de hogy mondom el. De rajtad? Ne ígyetlen vagy. Hát a regényében csinált valamit, ami felém való bosszú volt, és még a nevem is szerepelt benne. Hát van, aki erre használja a regényt. Hát nem jutott vele messzire. Hogy... Meg azért is, mert nem volt igaz, mert egy másik vonatkozásban is, de az aztán végképp nem volt igaz. Hát ez... Ezt nem elmondanád, mi sem ilyen értetőző. De ha most elmondanám, hogy mi a motivum, akkor sokan, mert azért ezt lehetett olvasni, ezt a könyvet, és olvastál. De hagyd ne mondjam, Sanyi, még neked sem. Nehogyis, Sanyi. Hazafelé sem mondom el. Meg ne hívd ezt, akkor összefele. Hogy? Megvetted? De? Ilyen érne? De csak azt akarom, hogy közvetőleg van, nem ebben. De egyébként volt olyan egyébként, jó, hogy ezt mondod, mert ez visszakapcsol a témánkhoz, hogy a Moszkva térnél, vagy ahogy én mostanában hívom, Moszkva Kálmán térnél, ott a kijáratnál volt egy éjszakai bár, ahol szembe kijön a villamos, és egy ilyen füves rézsű van, és valamiért, hát ez elég ritka eset volt, csak nekem részben válasz a kérdés, az, hogy volt ilyen, és hárman álltak az ivópultnál ebben az éjszakai nem túl emelkedett bárban, Mésző, Miklós, Nádos, Péter is én. Ilyen is volt. És akkor valami fickó odajött, és elkezdett szemétkedni a Mészőjjel. Ilyen módon velünk is, de leginkább vele, mert valószínűleg az idősekkel volt kedve inkább szemétkedni. És aztán úgy nem tudtam ott semmit csinálni, és maradt bennem egy kis tüske, és aztán ő kiment,
és láttam, hogy megy át a izén. Kimentem, utána mentem, és ott a rézsinél úgy leütöttem, hogy nálasék meg az ablakon keresztül, mint a moziban nézték az egész. Most, hogy ettől jobb lettem a szemükbe, vagy nem, azt nem tudom. Megvédted. De igen, de azért valószínűleg ez a stílus nem volt. Továbbra is bizalmatlan át ez, de. Úgyhogy ilyenek voltak. És kisoroszíva mondom, azon a nyáron kívül az én kapcsolódásom az volt, hogy időről időre eljöttem a Mészőjhöz is, amikor már itt volt, a Nádashoz is látogatóba, ugye volt olyan is, amikor még a Váradi házban, ott az emeleten volt a Mészőjéknek a szobája, a földszinten a Nádasnak, és a közös tér volt az a erre valamilyen, megmondom mindjárt, hogy miért emlékszem jól. És volt olyan, hogy a Nádas kölcsön adta a szobáját egy hétre, mert nem volt itt, és én lejöttem, és erre vonatkozik az a megjegyzés is, ugye a Vili itt reggel ment el. Igen, igen. És tényleg a Péternek egy nagyon, én sem vagyok egy ilyen pompa kedvelő ember, de nagyon puritán szobájában máig is érzem a tenyeremen, meg a bőrömen annak a katonai pokrócnak a szúrását, amivel takarodnom kellene, mert ez tél volt, és keki színű katonai pokróc, tél volt, és hát kint reggeliztem abba a közös izében, amikor egyszer csak berobbant az Alen, mert jött Pestről. Rám néz, megnéz azt, hogy Vilmos, miért eszik maga ilyen sajtot? Hát az nem sajt, mert én baromira szerettem, máig is szeretem a kocka sajtot, az ömlesztett kocka sajtot, ami mellesleg régebben jobb is volt, mint most. De az Alen úgy leteremtett, hogy én miért eszek ilyen sajtot, hogy ettől emlékszem még arra is, hogy melyik szobában laktak. De hát egyébként kedves volt, ha nem ettem kockasajtot, akkor nem volt probléma.